9 óra 18 perc van, jó napot kívánok, most már szerintem nyugodtan mondhatjuk így. Egeresi Zoltán, Törökország szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára van itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még annyi, bocsánat, egy mondat, hogy csak a nézőknek mondjuk, hogy 10.30-ig tart. Igen. Ugye a mostani adás is. Szóval, Emiliával ugye pont már a mai adásunkban is a legtöbb vendéget azért megkérdeztük arról, hogy szomorú az egész világ, természetesen mondhatnánk azt talán egy kicsit, hogy csalódott is, sőt, nagyon is csalódott lehet mindenki, mert azért így úgy azért mégiscsak abban reménykedtünk, hogy valamilyen megállapodás a tegnap Törökországban, Antáliában fog majd jutni a két ország, mármint Ukrajna és Oroszország külügyminisztere. Törökök mennyire tudnak ebbe diplomáciailag egyébként beleszólni? Törökországnak alapvetően azért korlátozott a ráhatása erre a konfliktusra és a felek befolyásolására. Legalábbis eddig ezt láttuk. A török államfő az konfliktus első óráitól kezdve kapcsolatban van a két államfővel. Telefonáltak, török külügyminiszter is a kollégáival, török hadügyminiszter is. Tehát a Törökország folyamatosan követi az eseményeket. Ugye most ennek a találkozónak is tudtak helyet biztosítani. A találkozó előtt a török külügyminiszter külön leült mind az ukrán kollégával, mind pedig Szergej Lavrovval az orosz külügyminiszterrel, hogy valamit történjen, sikerüljön valamit elérni, viszont Törökország nem tudja igazából alakítani az eseményeket, pusztán csak meg tudja könnyíteni, hogy esetleg egy fegyverszünet, vagy esetleg majd a később ilyen béketárgyalás valóban elkezdődhessen. Ez egy tipikus mediátori szerep, közvetít a két fél között, és próbálja őket amennyire lehet jobb belátásra bírni. Nagyon korlátozottak az eszközeik. Ami viszont fontos volt, hogy legalább volt egy ország, ahol ilyen magas szinten le tudtak ülni a felek, ami legalább némi esélyt adott arra, hogy ezt rendezzék. Ugye ez a mediátori szerep nyilván egy önzetlen szerepfelfogásból következik, mert hogy most az az érdeke Törökországnak, hogy ez a konfliktus valahogy véget érjen és elsimuljon, és ezért próbál balanszírozni. Hogyan kötődik, hát azért inkább jobban kötődik Oroszországhoz Törökország, milyen szálak a legfontosabbak, amelyek most nagyon sérülnek a szankciók következtében? Törökország ugye nyilván gazdasági nagyság tekintetében valóban inkább Oroszországhoz kötődik. Elég csak a gáz vagy kőolaj exportra gondolni, majdnem a törökországi gáz importnak az 50%-át az oroszok adják. Ugye ez változik minden évben, de ez egy nagyon komoly történet. Rengeteg orosz turista jön, tavalyi év folyamán közel 5 millió ember, a legnagyobb kibocsátó ország az pont Oroszország, mondjuk a harmadik pedig pont Ukrajna. Tehát ez nagyon fájdalmas történet Törökország számára, ami jelenleg folyik. Egy olyan helyzet, amikor a török gazdaság alapvetően sebezhető, ott ugye az éves szintű infláció több mint 50%. És ez most jobban fog pörögni. Ezek az Oroszországot érintő szankciók itt a turizmust illetően valahogy van itt egy kis kapu, hogy mégis majd nyáron azért az oroszok, akinek még maradt hozzáférhető pénze, Törökországban kölcsönöztek? Így van, a törökök nem csatlakoztak a nagy szankciós rezsimekhez, legalábbis amit lehetett, azt próbálták elkerülni. Úgyhogy továbbra is várják az orosz turistákat, az más kérdés, hogy a foglalások száma már most is folyamatos csökkenésben van a korábbi évekhez képest. Úgyhogy lesz itt komoly veszteség, de Törökország nem zárta el a légterét. Amit Törökország tett és fontos volt, az, hogy lezárta a szorosokat, tehát Isztambulnál a Boszporuszt, illetve a Márvány-tenger túloldalán a Dardanellákat, amit az ukránok külön kértek, és az amerikaiak is fogalmazunk úgy, hogy jó néven vették, hogy ez megtörtént. Viszont az látni kell, hogy ugye ez egy 1936-os szerződés, ami jogot adott Törökországnak háború esetében ezeknek a szorosnak a lezárására, amit annól a Szovjetunió is aláírt. Úgyhogy ez részben orosz érdekeket is szolgált, hiszen ezáltal semmilyen második hajó nem nagyon mehet ebbe a régióba, vagy a Fekete-tengerre, ami gyakorlatilag marad egy ilyen beltó, ahol az oroszok, ukránok, törökök, románok, stb. Hatást fejthetnek ki. Úgyhogy ez igazából egy semleges megoldás volt, és gyakorlatilag, mivel a Nyugat, Európai Unió főleg zárkózik el és szankcionálja Oroszországot, a törökök nem, így Törökország geopolitikailag felértékelődik Moszkva, illetve hát Ukrajna számára, aminek egyébként nagyon fontos partner, illetve hivatalosan Törökország továbbra is kiáll Ukrajna területi integritása ellen, mellett, és elítélte az orosz agressziót. Hát igen, éppen ezt kérdeztem volna, hogy gazdasági szempontból azt mindig szokták hangoztatni, hogy ezek ugye mindig az első számú érdekek között szerepelnek, aztán ott van a diplomácia, ott van a politika kérdése, Törökország ugye az unió irányába mindig próbál nagyon jól megfelelni, már amennyire lehet, de azért a két elnöknek, mármint Putyinnak meg Erdoğannak a kapcsolata jelenleg, vagy az elmúlt egy-két évben milyen volt?
Alapvetően jó a kapcsolatuk. Tehát Putyin többször is jelezte, hogy, vagy kijelentette, hogy egy jó tárgyaló partnernek tartja Erdoğan. Tehát ebből a szempontból mutatnánk azt, hogy egy kémia két vezető között is. És ugye beszéltünk a gazdaságról, mint egy nagyon fontos tényező, és ezt még sorolhatnánk. Oroszok építenek atomerőművet Törökországba, jönnek a turisták, mezőgazdasági szempontból nagyon fontos piac, rengeteg török befektető van Oroszországba, de geopolitikailag még rengeteg területen ütköznek az érdekeik, és kénytelenek évek óta kooperálni. Ugye ennek egyik látványos eleme volt Szíria, ahol 2015-től kezdve majdnem háborús konfliktus alakult ki Oroszország és Törökország között, ugye teljesen más felen, teljesen mások az érdekeik, de kénytelenek voltak leülni és hát megtárgyalni ezt a történetet. Hasonló a helyzet Líbiába, Kaukázusban sem feltétlenül egyfelé tartanak az érdekeik, hogy Közép-Ázsia is egy, hát részben egy orosz és török nagyhatalmi versengésnek a része, és Ukrajnát is, ahogy említettem, Törökország korábban ugye fegyverekkel is támogatta, hogy drónokat adtak el. Nem olyan nagy számba, de mindenféleképpen ott vannak a török drónok, ami Moszkvát zavarja. Tehát annyira sok helyen kapcsolódik a két ország, ugyanakkor annyira nagyok egymás számára, hogy kénytelenek tárgyalni és hát kölcsönösen tisztelni a másikat. Ugye hiába van Oroszországnak nukleáris fegyvere, és hát egyértelműen nagyobb ország és erősebb ország, mint Törökország. Törökország NATO tag, egy olyan geostratégiailag fontos helyzetben, amit az oroszok nem tudnak figyelmen kívül hagyni, akármennyire szeretnének. És ahogy említettem is, most, hogy a nyugat folyamatosan zárkózik el Oroszországtól, Törökország, amely eddig is relatíve pragmatikusan jó viszonyt alakított ki Oroszországgal, és most is ezt akarja tartani, erősíteni, felértékelődik Putyin számára. Hozzunk be egy török belpolitikai szempontot, ugye azt, hogy ott is jövőre választásokat tartanak, és a gazdaság nincs jó állapotban, és erre a hírek szerint úgy reagáltak a törökök, hogy miután Ukrajna bejelentette, hogy leállítja az étolaj exportot, ami Törökország szempontjából kifejezetten nagy arányt képviselt, már amennyit Törökországba vittek, ők is pánikvásárlásba kezdtek. Az ilyenfajta ukrán visszaesés mennyire lehet ott érzékelhető, és Erdoğannak mennyire fájhat a politikai hatalma szempontján? Egyelőre még van étolaj, tehát április közepéig biztosan kitartanak a tartalékok, illetve van török szállítóhajó, ami az Azovi-tengeren rakadt. És ezt próbálják a törökök valahogy kiengedtetni, vagy átengedtetni az oroszokkal. Ez valamennyire javítana a helyzeten, de ez egyértelmű válságot jelent, vagy problémát fog okozni Törökországnak. Ahogy egyébként, hogyha a tágabb régiót nézzük, az észak-afrikai országok esetében ugye egy nagyon komoly búzaszállítmányok esnek ki. Tehát így az egész Földközi-tenger déli részét keményen fogja érinteni ez a jelenlegi válság, nem tudják minél hamarabb kezelni, és hát nyilván, ami Törökországot illetők, mert mindent megtesznek, már csak ezért is, hogy valamilyen fegyverszünet vagy működőképes megállapodás minél hamarabb tető alá kerüljön, mert ez gazdaságilag nagyon rosszul érinti őket. Az árak elszabadulása ott is érzékelhető? Igen, annyi a különbség mondjuk itt a ilyen mi régiónkhoz képest, hogy ez már egy jó pár éves folyamat, tehát ott már 3-4 évvel ezelőtt is 20% körül volt az infláció. Igen, ott nagyon erős Törökországban. Abszolút, tehát most így magyarországi fejjel ezt most fogjuk megtapasztalni, reméljük ilyen magas azért nem lesz, de már az ukrán válság előtt is 30-50%-os inflációs számokat produkált a török gazdaság. Ez most ennek köszönhetően még nagyobb lesz, és ez a bizonytalanság, amit itt a régió is most megél, ez Törökországban is, ha nem is hatványozottabban, de valamilyen szinten megjelenik. Nyilván most a korábbi évekhez képest nem nekik kell azzal kalkulálni, hogy ukránok százezreit kell befogadniuk, nekik elég a szíriai menekültek jelenléte, de attól még a már említett élelmezési gazdasági hatások kellemetlenek lesznek, és alapvetően, mivel emelkedik a kőolajár, ugye egy olyan országról van szó, amelynek nincsenek érdemi kőolaj vagy földgáz mezői, vagy legalábbis azokat, amelyeket kitermelhetne. Ezért hát folyamatosan nő a török deficit, ami egy még komolyabb gazdasági nyomás jelent az egész országnak, és ez tovább fogja pörgetni az inflációt, és egyre jobban kikezdi Erdoğannak az amúgy is csökkenő népszerűségét. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Somos Andrés jön. Mert hogy a külpolitikai stúdiónkat kapcsoljuk. Szervusz, mik a legfrissebb hírek? Sziasztok, miután, üdvözlöm a nézőket ismét, miután beszéltem az amerikai és az angol forrásokról, mit szólnának hozzá, hogyha kitekintenénk Oroszországba is, ugye ott nagyon szűrtek a hírek, például a Komszomolszkaja Pravdának az oldalán a háború nincs rajta. Rajta van egy olyan kis fül, hogy ukrajnai helyzet, jó? És akkor elmondom, hogy mi található ott.
Folytatódik Vlagyimir Putyin orosz elnök által meghirdetett katonai különleges hadművelet Donbász lakosságának védelmére. Ukrajna demilitarizálására, így jó, és depacifikálására, vagyis hogy ne legyenek ott katonák, és legyen béke. A különleges művelet ideje alatt az orosz fegyveres erők Ukrajna katonai infrastruktúrájának 2786 objektumát semmisítették meg, szól az orosz forrás. Humanitárius folyosót javasoltak az oroszok, de az ukrán hatóságok abszurd követeléseket fogalmaztak meg, megszegve ezzel Volodymyr Zelenszky ígéretét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a civilek elhagyhassák a harci övezeteket, és akkor még egy kis pravda, jó? Kijev már régóta piszkos bombát készít, fogalmaz a cikk címe. Az Energoatom vezetője Petr Kotyin elismertje, nem Kotyin, hanem Kotyin, ugye, nem lágyítja, azt hiszem, vagy meglágyítja, vagy nem. Ukrajnában 2012-ig magasan dúsított urán volt ebben az üzemben. Ez pedig azt jelenti, hogy a köztársaság területén volt azon anyagok összessége, amelyből piszkos bombát szerettek volna létrehozni. Kinek a kezébe került, teszi fel a kérdést a Komszomolszkaja Pravda. Zelenszky aláírt egy törvényt, amely megszigorítja a büntetőügyi felelősséget hazaárulásért és kifosztásért, fogalmazza az orosz forrás, szigorítja a büntetést a csatatéren mások tulajdonának kisajátítása, vagy tragikus körülmények saját érdekű ellenségeskedés emberek kirablásával történő felhasználása miatt, de ki fogja megbüntetni azokat, szól a cikk, akiknek maga osztott fegyvert. Szóval ez egy érdekes aspektus, ugye? És akkor a BBC-re nyergelek vissza, hogyha még van időm. A Facebook és az Instagram megváltoztatja azon szabályokat, hogy ugye nem lehet gyűlölködni, ideglenesen engedélyezi az orosz csapatok és Putyin elleni erőszakos felhívásokat, és akkor egy tudósítás, Luck polgármestere menedékhelyre hívja azon állampolgárokat, akik az orosz támadástól biztonságban szeretnék magukat helyezni. Mindenki menedékre írta egy Facebook bejegyzésben, ahol felszólította a helyi lakosokat, hogy ne tegyék közzé, hogy fotón, címen vagy koordinátán hol tartózkodnak, mert ez nagyon veszélyes lehet. Ez volt nagyjából a két heti lapszemle az én részemről. Azt hiszem, hogy még lesz start a hétvégén, start rendkívüli start biztos, hogy lesz, így van, lesz. Úgyhogy nézzék a híreinket, és a jövő héten valami egészen más struktúra lesz, hogy mi azt természetesen időben meg fogják tudni. Köszönöm szépen figyelmüket, további szép napot kívánok. Na, Andris már tulajdonképpen a programigazgató szerepét is átvette. De ma is lesz még start 10.30-ig hétvégén, és van, úgyhogy András mindent jól mondott, most pedig egy reklám után jövünk vissza Latman Tamással.